Na, sziasztok! Tartozom még nektek egy lóvásárlással, és egy gyors ismertető a karakterhez. Régen volt egy Új kezdet nevezetű sorozatom, amiben egy észak-amerikai szerveren lévő karakteremmel csináltam meg a feladatokat. Aki esetleg nem látta, van egy komplet lejátszási lista. Sajnos már annyira nem aktuális, mert annyira régi már ez a karakter is különben, hogy a mostani kezdethez, tehát a mostani feladatokhoz is már régi. Tehát azok a videók, amik ennek a karakternek a kalandozásait tartalmazzák, tulajdonképpen már nem a mai feladatokat mutatja, hanem a régebbieket. De azért, hogyha szeretnétek, nyugodtan nézzetek utána. Egyébként van egy külön lejátszási lista, SSO Új kezdet néven, úgyhogy nyugodtan keressetek rá, szeretnétek. Na, akkor ennyit a karakterről. Összegyűlt rajta egyébként 21 ezer Starcoin, úgyhogy én arra gondoltam, hogy nem veszek SC-t, mert amúgy tök fölösleges, mert amíg szar a YouTube, addig úgysem tudok live-olni, mert valamilyen oknál fogva nem úgy közvetíti a dolgokat, ahogy egyébként kéne, úgyhogy most úgysem lesz nagyon szükségem lovakra, illetve a videókhoz egyébként tök mindegy, hogy ugye melyik szerveren vagyok, beára pedig direkt ezért vettem egyébként ugye három lovat, amit már láthattatok, majd azok lesznek félre rakva egyébként egy közös edzésekre, meg ilyenekre, és akkor az elkövetkezendő időszakban, mondjuk az elkövetkezendő fél évben szerintem, ami ilyen beszélgetős, edzős videó lesz, az erről a karakterről fog készülni, vagy kikerülni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy még egy 86.200. karakterrel előállok, de az az igazság, hogy annyira megdrágult a játék, hogy nem érzek késztetést rá, hogy SC-t vásároljak addig, amíg nem fogy el az összes karakterről, mert egyébként egyrészt pazarlásnak tartom, másrészt meg tényleg tök fölösleges lenne most azért SC-t vennem, hogy itt meg itt van, és tulajdonképpen live-olni meg itt se úgy se tudok. Tehát igazából csak akkor érte volna meg az nekem, hogyha tudnék élőzni, meg közösen játszani veletek, de most biztos, hogy nem lesz arra időm. Meg hát ugye a YouTube is tett róla, hogy ugye élőadásra se lehessen lehetőséget keríteni, vagy már nem tudom, hogy mondjam. Úgyhogy most igazából akkor Quinn-nel fogjuk folytatni, és akkor beállnak majd nyilván az egyéb ilyen frissítéses videókban láthatjátok. Az Alessandra Quinn-hártos fiókomat most így jegeltem, mert elfogyott róla a Starcoin, úgyhogy most azt így én békén hagyom. Úgyhogy most Beára és Quinnre lehet majd számítani, illetve van még egy-két videó, ami majd még ki fog kerülni az Alessandra Quinn-hártos fiókommal, mert a tagok számára ugyan már elérhető, de egyébként ugye nektek nyilvánosan még nincs állítva, de majd lesz hétvégén remélhetőleg. Egyébként reményeim szerint szombaton és vasárnap is délután 1 óra környékén, ahogy már megszokott volt, rakok majd fel szokásomhoz híven videót, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni az újabb tartalmakról, akkor mindenképpen kövessétek a csatornát, és akkor én délután 1 óra környékén lehet rá számítani, valószínűleg időzítettbe fogom majd berakni a videókat, tehát hogy akkor ilyen 1 óra környékén majd ugorjatok fel és nézzétek meg. Na de, mint már mondottam volt, lógok nektek egy lóvásárlásos videóval. Na, én megkértelek benneteket, hogy írjatok nekem névötleteket, hogy melyik lónak milyen nevet adjak, mert ugye azt említettem, hogy több lovat szeretnék venni most, hogy egyébként akciósak, úgyhogy nem is nagyon haboztatok, ti se elég sok nevet írtatok egyébként, úgyhogy nagyon szépen köszönöm így a videó keresztül is, és akkor sikerült kiválasztanom. Összesen egyébként 9 lovat fogunk vásárolni, abból 8-at itt a bazárban, illetve egyet majd máshol, de azt még nem lövöm le egyelőre, hogy melyiket. Na srácok, akkor csapjunk a lovak közé. Én mondtam, hogy Dartmoor Pónit, Percheront és Belgát is szeretnék ugye venni. Na most ugye Beán ezt én már meg is tettem, viszont azt ígértem, hogy még majd fogok shoppingolni. Úgyhogy szerintem akkor ássuk is bele magunkat. És tulajdonképpen Percheronból
veszem a legkevesebbet, úgyhogy igazából én velük szeretném kezdeni. Tulajdonképpen egyébként ők ketten vannak már csak vissza, és mivel úgy gondoltam, hogy a többi az már megvan nekem, ezért ő volt egyedül az, akire azt mondtam, hogy annyira nekem nem tetszik, viszont úgy voltam vele, hogy mivel már csak ő hiányzik a gyűjteményemből, ezért már nem akartam volna itt hagyni, meg tényleg akkor a szenvedélyt érzek a perseronok iránt, hogy nem akarom itt hagyni, főleg most, hogy ilyen jó áron van, úgyhogy akkor én most igazából bele is mennék. És igen, tehát egyszer van ő. Én szerintem neki viszont állítok egy ilyen sörényt, mert amúgy rohadtul tetszik. Nem fogok most fölülni rájuk, hanem majd a végén, hogyha mindegyik lovat megvettük, majd akkor bemegyünk az istállóba, és akkor így egymás mellé tesszük. Ő egyébként egy fiatal csődör, és a Night Eye nevet fogja viselni ezentúl. És akkor meg is vesszük. Egyébként fölírtam mindegyiket szín szerint. Ne lepődjetek meg, nálam most este van, majd elkezdem állítgatni, mert az észak-amerikai szerveren egyébként olyan 2:30 körül járhatunk, tehát ezen ne lepődjetek majd meg, ha nem muszáj. Tehát ilyen idő lesz itt most sajnálatos módon. Úgyhogy, hát most ez van. Tehát akkor ő a következő, itt mutatom is nektek. Igen, tök jó, hogy pont az S betűnél állt meg, mert neki azt a nevet választottam a ti ötleteitek közül, hogy Soft Song, és ezt a nevet szeretném adni neki. Nem tudom miért, igazából ránéztem, és ez jutott eszembe, úgyhogy ő meg egy kanca lesz, és meg is vesszük. És akkor most már elmondhatom egyébként, hogy az összes perseront megvettem. Egyébként nem sok olyan lófajta van, amiből kivétel nélkül az összes megvan. Ez köszönhető egyébként egyrészt ennek az akciónak, másrészt pedig annak, hogy egyébként belőle viszonylag kevés szín van. Ugye most az appost is berakták már, de egyébként így összegezve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab szín, ha jól látom, és igazából ellentétben a belgával, mert a belgából megvan vagy 10, azt hiszem, sőt a belgából még az H&M All is volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plusz az az H&M. Hogy ez volt, nem ez volt az. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy azért így a belgából például sokkal több van. Na a belgával az a helyzet, hogy van kettő olyan ló, amit nem fogok megvenni egyébként, és egészen egyszerűen azért, mert sokat vaciláltam egyébként, mert nekem ez a ló megvan történetesen pont ezen a karakteren, és van belőle egy hasonló, ami ő. És annyira, tehát majd nem ugyanaz a kettő, szóval én pénzkidobásnak tartom megvenni, és annyira nem is tetszik egyébként, mert úgy vagyok vele, hogy ha már megvan az egy árnyalattal világosabb, akkor nem venném meg őt csak azért, hogy kigyűjtsem az összeset, illetve még ő volt ez, akit így úgy döntöttem, hogy nem fogok megvenni. Habár nagyon imádom a belgákat, de semennyire nem tetszik. Úgyhogy hát nem. Tehát ő most sajnálatos mód itt marad. De viszont ő megvan, ő is megvan, illetve ő nincsen, úgyhogy őt most ünnepélyesen meg is fogjuk vásárolni. Sörényt én nem akarok neki állítani, mert a belgának nekem egyébként így tetszik, tehát egyiknek sem fogom átállítani a sörényét, így megmarad szépen, ahogy most van. És mondom is nektek, hogy neki azt a nevet néztem, hogy Sárki. Egyébként köszönöm, mert nem is jutott eszembe ez a név különben. Úgyhogy tök jó, tehát tökre örülök neki, hogy erre felhívtátok a figyelmemet, hogy ilyen nevet is lehet adni, mert tök jó pofa, és mivel így ilyen kis szürke, ilyen kis cápás beütése van, így arra gondoltam, hogy akkor ő ezt a nevet fogja viselni, és egyébként itt meg is vesszük. Közben, hogy én is egy kicsit átlássam itt a dolgokat. Egyébként én ezt fölírtam magamnak, hogy
milyen lovakat veszek meg, mi a nevük, és stb. Nem véletlenül egyébként, mert roppant mód feledékeny vagyok, és ilyenkor bele szoktam zavarodni, mert azért ismertek, nem szoktam egyébként ennyi lovat egyszerre venni, és tulajdonképpen nem is vagyok hozzászokva, úgyhogy hát igen. Tehát, hogy nekem ennek így utána kell néznem, meg járnom, meg egyebek, úgyhogy úgyhogy kénytelen vagyok nézegetni. Én nem vagyok GTA fan egyáltalán, tehát rettenetesen messze áll tőlem, viszont volt egy komment, hogy az egyik lónak adhatnám ezt a Maze Bank nevet, hogy legyen valami közünk esetleg más játékhoz is, és arra gondoltam, hogy miért ne. Tehát, hogy úgy vagyok vele egyébként, hogy most teljes egészében azokból a nevekből válogattam, amiket ti írtatok, tehát azért nevezem el így a lovakat, mert ti írtátok ezeket. Nyilván abból azért így válogattam, tehát nem mindegyiket, mert annyi nevet írtatok, hogy így nehéz lett volna egyet-kettőt, vagy nehéz lett volna mindegyikhez lovat találni, mert annyit azért meg nem akarok venni. Úgyhogy tulajdonképpen akkor most gondoltam, hogy legyen egy kis játék spoiler, még hogyha én annyira nem is vagyok otthon a GTA-ban. Úgyhogy ő Maze Bank lesz. Mazebank. Én így fogom hívni, hogy Mazebank. Annyira imádom a belgákat, már alig várom, hogy elkezdjem egyébként edzeni. Imádnivalóak különben. Imádnivalóak. Fú, már előre félek, mire fogok bemenni az istállóba. Na, és akkor most jön az utolsó. Na, a névhez nem sok köze lesz a lónak, viszont arra gondoltam, hogy édeskertnek is kedvezzek egy kicsit. Nem ő ajánlotta a nevet egyébként, de nagyon tudom, hogy nagyon szereti, és mikor ajánlották nekem ezt a nevet, akkor arra gondoltam, hogy édeskert biztos örülne neki, hogyha lenne egy ilyen lovam is, mert amúgy már beszéltünk róla, csak igazából az oroszlán király helyett egyébként mackó testvér lett belőle, ez biztos emlékeztek. Aki esetleg nem látta a videót, az nézze meg, mert egyébként szerintem rohadt jót szórakoztunk. A Bábú lettem második rész, amivel Édeskert lovat vetetett velem, és az lett végül is a lónak a neve, hogy mackó testvér. Nem részletezem, mert megvetetett velem egy ardennit, nagyon örültem neki, egyébként falra mászok tőle. Na mindegy, szóval Édeskertre gondolva, így az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha az egyik lónak ezt a nevet adnám, és azért mégsem egy póninak szeretném, mert most majd a Dartmoor pónik jönnek egyébként, belőlük is veszek amúgy hármat. Szóval arra gondoltam, hogy akkor így, akkor egy Édeskertnek is nyalizok egy kicsit, mert miért ne? Tehát ő lesz Lion King. Nem is értem egyébként, hogy nem volt egyébként soha ilyen rajongás így lovak iránt egyébként. Bár talán régen a Morgan volt ilyen, amiből azt mondtam, hogy nekem mindegyikből kell. Az első olyan lófajta volt, amiből az összes színt megkaparintottam. És tulajdonképpen most ugye a második lett a Percheron. Nincs is olyan lófajta, amiből az összes megvolt eddig a Morganen kívül, és igazából most lett a második a Percheron. És igazából nem is lesz másik, mert belgából sem vettem meg az összeset, illetve a Dartmoor póniból sem fogom amúgy. Na, tehát akkor van nekünk három Dartmoor póni jelöltünk. Az az igazság, hogy a Dartmoor póniból egyébként nekem csak egy volt, ez a kis szerencsétlen fekete, de nagyon szerettem amúgy, és akkor beáram megvettem a szürkét. Tehát, hogy igazából maradt ő, ez a kis cukiság, ő és ő. Na, most én balról jobbra fogok haladni, és itt nagy dilemmában voltam egyébként, hogy melyik lónak milyen nevet adjak, de végülis úgy voltam vele, hogy nem dekázok, és tényleg ami épp az eszembe jut, azt fogom így adni neki. Egyébként több fajta sörény változata van, de én úgy voltam vele, hogy a póniknak egyébként ez a cuki fonott sörény is jól áll, vagy ez a fonott stílus, illetve ez a fjord témájú, de megmondom őszintén, hogy engem annyira nem vonz, tehát nekem azért tetszenek ezek a pónik, olyan cuki sörényük van, szóval én igazából ezt nem akarom megváltoztatni, úgyhogy én nem is fogom. Na,
Akkor elvileg ő kávé lesz, és nem lesz neki utótag, és ő egy felnőtt csődör lesz, ő lesz a kávé. Bizony, ő lesz a kávé. Meg is veszlek. Egyébként tök cukik, ahogy a karakter így simogatja a pónikat, tiszta aranyos, erre most jöttem rá, amikor a szürke Dartmoor pónit vettem. Annyira régen vettem már ilyen pónit, hogy már el is felejtettem egyébként. Ez olyan kis cukorbombák, hogy tiszta édesek. Na, oké, tehát akkor kávénk is megvan. És akkor a következő, a vércsederes, vagyis hát ez a nem vércsederes, vagy ilyen vércseverős, vagy mi a neve ennek. Azt hiszem, annyira nem vagyok otthon a színekben, de esküszöm, hogy fogok majd erről is készíteni videót, hogy melyik színnek mi a neve amúgy. Régen még kiírta a játék, most már én nem foglalkoznak ilyenekkel, sajnos, nem mindegy. Nagyon sokat dilemmáztam a vércseder, ezen a vércsevörösön, vagy nem tudom tényleg már, hogy hogyan mondjam. És azért agyaltam rajta, mert tulajdonképpen nem is nagyon van ilyen színoló. Szerintem talán egyetlen egy van, és az is csak azért, mert talán appos volt, vagy ilyen egzotikus volt. A régi Quarter modell egyébként, és én nagyon szerettem. Azt hiszem pont ez az amerikai Quarter ló volt, és abból hoztak be egy ilyen vércsevöröst, és én nagyon szerettem. Viszont azóta nem hoztak be olyat, ami tetszett volna. Morganből van még azt hiszem, amit most behoztak. Nem tudom. Már nem tudom fejbe tartani. Az, hogy annyi ló van, hogy már nem is. De nem is erőlködöm rajta egyébként. Na, és neki egyébként semmi köze nincsen a nevének a lóhoz. Azon kívül, hogy annyira ilyen viccesen hangzik. Tehát ez a Pyfly ilyen. Ilyen érdekes és mókás és vicces, úgyhogy igazából azt gondoltam, amikor megláttam ezt a névötletet, hogy itt rohadjak meg, hogyha nem használom el valamelyikre. Lehet, hogy később jön majd be olyan ló, ami lehet, hogy jobban fog hozzá illeni, de ez ilyen pónis név szerintem. Tehát kimondott, hogy Pyfly, nekem például ilyen kis póni jut eszembe, nagyjából egy ilyesmi, mint ez a Dartmoor. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy igazából nagy bajt nem csinálhatok vele, meg hát bármikor át lehet nevezni, szóval túl fogom élni. De nem fogom átnevezni, tehát hogy ezek már maradnak, én nem szeretek lovat átnevezni, ezért adok nekik olyan nevet, amit nem fogok így úgymond bánni. De milyen kis édipofia van, persze pont most nézzél elfele, hogy már meg tudjalak csodálni közelről, eh? Jaj, olyan kis cuki boci szemei vannak, na ezt a pónit sikerült jól megcsinálniuk egyébként. Na, és akkor még egy Dartmoor pónink van, azon kívül pedig még egy másik lovunk, de ő pedig már nem itt van. Én még őt néztem ki, és őt szeretném még hazavinni. Nem nagyon vannak egyébként sötétpej lovaim, nem tudom valahogy annyira, hogy mondjam. Szerintem két kezemben meg tudom számolni egyébként, hogy a kb. 250 darab lóból, ami van az istállomban, hogy abból mennyi sötétpej van. Egyszerűen mindig volt olyan ló, ami számomra érdekesebb volt, mint egy sötétpej, és tulajdonképpen ennek köszönhető egyébként, hogy olyan kevés sötétpej lovam van, és hát tulajdonképpen nem is éreztem késztetést rá, hogy vásároljak, viszont ő nagyon megtetszett nekem, főleg így, hogy akciós, úgyhogy ő a Csoki nevet fogja kapni, és tulajdonképpen így lesz még egy sötétpej lovam. Ja, egy élmény lesz kijelzeni. Majd most már csak valami ritmust kell majd találnom, hogy milyen sorrendben fogom őket kitolni, Maxik. Ja, téged is megveszlek. Hát most mondjátok meg, hát nem Édi Bédi. Egyébként javarészt azért is írtam föl magamnak, meg most törölgetem, mint egy hülye gyerek a lovakat, hogy nem, hogy kétszer vegyem meg ugyanazt. Olyan hülye, amilyen hülye vagyok egyébként, még simán meg is csinálom. Na, istállóba. És akkor most a végére értünk ennek a bazárnak, és van még egy lovunk a sülyeztőben, most majd mindjárt meglátjátok, hogy melyik. Látjátok, beszéltem a vércsevörös
pacikákról, pont itt van egy kvártár egyébként, de ő mondjuk pont nincs meg, mert nekem a régi modell van meg. Na, jött nekünk a múltkor ugye egy új appalószánk, illetve kettő American Saddlebred lovunk, és nekem úgy állt össze a kép, hogy egyet megveszek Beára, és egyet pedig Queenre. Na most Beára ez elmaradt, mert így is vettem ugye három lovat, most még nem tudom egyébként őket is milyen ritmus alapján fogom majd kiedzeni, mert tényleg akarok majd hagyni élőadásokra is, de addigra már lehet, hogy 86.200 másik lovat össze be fognak hozni, főleg, hogy amúgy nem sokára jön majd három új ló megint, kettő Mustang és egy amerikai paint, és őket is szeretném egyébként majd megvenni, hogy hogyan, azt még nem tudom, majd megbeszéljük, meg meglátom én is, hogy egyébként mennyire tetszik normál esetben, és akkor a maradékot pedig majd erre a karakterre, viszont én szeretnék venni most ezt a Saddlebredet, és gondolkodtam egyébként, ugye beszéltünk a sötét fejlovakról, hogy volt egyszer ugye ő, és van ez a gyönyörű sárga, na most nekem egyébként mind a kettő tetszik, viszont csak az egyiket fogom megvenni, és már meg is van egyébként, őt fogom hazavinni, és neki viszont állítok sörényt, mert neki a hosszabbat szeretném. Viszont szerintem... És mi a különbség? Hát ezt nem igazán értem egyébként, hogy mi az összefüggés a kettő... Ó, oh, jó, bocsánat, jó, oké, okay, értem. Értem, értem. Na, hát többféle verzió van. Viszont én maradok a hosszú-hosszúnál. Csak nem tudom, hogy melyiknél. Most vagy ezt választom, vagy ezt választom. Nem, miért nem, most mit veszítek, nem? Na, ő egyébként teljes áru, tehát, hogy 920 Starcoinba fog nekem fájni, egyébként 901 C-be kerül, csak hát, ja. Na, és neki egyébként a Lucky nevet szeretném adni, és azt hittem egyébként, hogy ez ilyen utóneves lesz, de hát ezek szerint megspórolták nekem ezt a kört, úgyhogy ez csak ilyen egyneves dolog. Tehát ő Lucky lesz, és ő lesz az utolsó ló, akit én most ebben a videóban megvásárolok, és már egyébként nagyon-nagyon fáj. Azért 21.000 SC-ről indultunk, és most 15.900-al fogjuk zárni, mert ugye sajnos a 16.000 már nem fog megmaradni, de nem érdekel igazából, mert azért sokáig elég lesz nekem ez a 9 ló. Na, akkor végül, de nem utolsó sorban, pedig megvettük Lucky-t. Mindjárt állítok majd egyébként egy nézetet, és akkor majd felsorakoztatom a stábot. De tök cuki egyébként, imádom a Saddlebredeket, nagyon megszerettem őket. Na, srácok, hát beállítok ide egy másikat. Egyébként nagyon sok Saddlebred van, ami nekem egyébként nagyon tetszik. Ő is különben. De hát ugye már így is. Már így is van egy csomó. Már nem merek többet venni, mert már rosszul leszek lassan tőlük. Na, akkor én most egy csöpp türelmet kérek, megvettük az összes lovat, úgyhogy mindjárt jelentkezek, elmegyek az istállóba és csatasorba állítom őket. Nos, srácok, akkor bemutatom nektek azokat a lovakat, amik az elkövetkezendő időszakban engem a sírba fognak tenni. Gyakorlatilag rám fogják hegeszteni a koporsót, és megásatják velem a saját síromat szerintem. Hát igen, itt van a három csodálatos kis Dartmoor póni, így még nagyon cukinak tűnnek, de kezdek aggódni egyébként, hogy hasonló sorsra fognak jutni, vagy fogunk jutni így együttesen, mint a Zóni és Vega párossal, de hát reméljük, hogy nem így lesz. Itt a csodát a Saddlebredem, vele nem hiszem, hogy rossz viszonyt fogok ápolni. A három gyönyörű belgám itt sorakozik egyébként, már alig várom. Egyébként lehet, hogy nekik fogok először nekiugrani, mert megpróbálok majd valami rendszert kialakítani. Valószínűleg egyébként hasonló sorrend lesz, mint a számok szerint. Mármint, hogy melyikből hány darab van. Valószínűleg kezdek egy belgával, aztán egy Dartmoor póni, aztán egy Percheron, aztán megint Dartmoor, megint belga, Saddlebred, Percheron, és akkor utoljára még egy Dartmoor és belga.
páros, szerintem. Na de, egyébként segíthettek, hogyha gondoljátok, egy kis gondolkodni való, hogyan, milyen sorrendben edzem ki ezeket a lovakat, hogy ne kelljen kettő ugyanolyan fajtájú lovat egymás után kiedzeni. Próbáljatok meg segíteni nekem ebben, úgyis eltart még egy darabig szerintem, amíg én nekiállok, mert az elkövetkezendő időszak most nem nagyon fogok szerintem ráérni, úgyhogy hát várom az opciókat egyébként, úgyhogy ha segítetek nekem, azt nagyon megköszönöm, és hát drukkoljatok nekem egyébként, hogy túléljem. Az az igazság, hogy rakhattam volna rájuk szettet, de ezen a karakteren egyébként eléggé meg vagyok fogyatkozva szett ügyileg amúgy, tehát hogy nem sok minden van, de mivel ennyi eszcén van, ezért arra gondoltam, hogy azért majd még fogok venni, tehát egyébként így eléggé el vagyok úgymond csórósodva, mert ezek a szettek vannak igazából, amiket így ugye így össze kotoráztam, és hát némelyik azért még így kiegészítésre szorul, de egyébként ezt meg fogjuk majd egy kis időn belül oldani. De ez még ráír. Na, úgyhogy, ha minden igaz, akkor ezzel is megvagyunk. Kötelességemnek eleget tettem. Folytatjuk majd a lóvásárlásokat egyébként, mert mint már mondottam volt, egyébként van még ló, amit meg kell vásárolni. Úgyhogy erre majd visszatérünk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a majdnem fél órában, és végignéztétek velem ezt a szenvedést, hogy ennyi SC-t kidobok az ablakon, de tulajdonképpen egyébként ez nekem abból a szempontból amúgy megéri, hogy tudok mivel videókat készíteni, tehát hogy azért nekem ahhoz kell egy alany, mert nem szeretek csak úgy simán üresben úgymond rohangálni jobbra-balra, úgyhogy nekem egyébként ez így tökéletesen megfelel. Aztán hát majd meglátjuk, hogy meddig fogunk jutni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha segítetek a sorrend felállításában, azt külön köszönöm, és akkor hétvégén érkezem majd újabb tartalmakkal. Addig is kellemes hetet kívánok nektek, és legközelebb találkozunk. Szép napot nektek, sziasztok!